Már a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által javasolt ágazatok szereplői is felvehetik a kamatmentes újraindítási gyors kölcsönt. Így a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került vendéglátó ipari beszállítók, élelmiszer nagykereskedők, illetve az erdőgazdálkodók is élhetnek ezzel a lehetőséggel. Az Agrárgazdasági Kamara ö, javaslatára a Magyar Fejlesztési Banknál bevettek olyan ágazatokat is az újraindítási kölcsönnél, ami lehetőséget nyújt a gazdálkodóknak, hogy egy nagyon kedvezményes konstrukcióval éljenek. Egy kabasmentes újraindítási kölcsönről van szó, egy gyors kölcsönről, ami nem egy pályázati elbírás alapján dől el, hanem bárki olyan gazdálkodó, aki az éves bevétele 100 millió forint alatt volt, pályázhat erre az összegre, vagy illetve felveti ezt a gyors kölcsönt. Ez a kölcsön 1-10 millió forintig lehet, lehet feligényelni és van, ami nagyon-nagyon fontos része a kölcsönnek, hogy három évig szüneteltetve van, tíz éves futamidőről beszélünk, és utána tulajdonképpen 84 hónap alatt kell visszatörleszteni egy, mint ahogy mondtam, már kamatmentes hitel formájába. Az összesen 100 milliárd forintos hitelkeretből a vállalkozások ügyletenként 1 és 10 millió forint közötti összeget igényelhetnek bér, járulék, rezsi és működési költségek fedezésére, illetve az újranyitáshoz szükséges készletek finanszírozására. Azok a cégek, akik 2019-ben és 2020-ban arányaiba ö, csökkent a bevételük minimum 30%-kal, ők lehetnek ebbe a, 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 a programban a részt, ö, és a 2019-es évüknek a bevételét ö, tulajdonképpen ö, 10 millió forintig fel tudják venni. Ö, a Magyar Fejlesztési Bankál a termék mögött egyébként, ők hozták ki ezt a piacra ezt a konstrukciót, én azt javaslom mindenkinek, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, hiszen három évig az újraindításhoz ez egy akkor olyan tők, ami mondjuk 25 fő alatti cégekről beszélünk, és nagyjából 100 milliárd forintról van szó. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget senki, azt gondolom, mert hogy érdemes ez a lehetőséggel élni.